adventi gyertyagyújtás, új kukorica, tepertőfesztivál, túrikamra. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. december 2-án 18 óra 5 perckor. Vasárnap kezdődött az advent, a karácsonyra történő felkészülés 4 vasárnapon át tartó időszaka. A keresztények jó cselekedetekkel, bűnbánattal, elcsendesedve készülnek Jézus születésének ünnepére. A keresztény és minden emberi közösség tapasztalata, hogy a nagy eseményekre készülni kell. Az ókorban az uralkodó érkezését már hetekkel az esemény előtt hírmondó adta tudtul, hogy a helyiek rendbe tehessék az utakat, a házakat, írta az MKPK. Rámutatva, advent idején a királyok királyának érkezésére készülve nem csak környezetünket, házainkat, hanem szívünket és emberi kapcsolatainkat is rendbe szeretnénk tenni, hangzott el a karcagi városházán. Nagyon örültem annak, hogy tényleg a város apraja nagyja itt volt. Egészen a legkisebbektől, szinte az újszülöttektől, úgy gondolom, hogy a legidősebb korosztályt mindenkit képviseltünk. Ez nagyon nagy szó, hiszen azt mutatja, hogy a város összetart, és ez a város egyet akar, áldott karácsonyunkra készülni, és lélekben feltöltődni, fizikailag is, és szívünkben, lelkünkben elkészülni az ünnepekre, és méltóan várni, majd megünnepelni azt. Én úgy gondolom, hogy ebben az embertelenül rohanó világban embernek maradni nagyon nehéz. Rajtunk múlik, de ezt nagyon nehéz megtenni, hiszen annyi gátló és annyi akadályozó tényező van, csak tudatosan, nagyon tudatosan és odafigyelve lehet ezeket kezelni, és úgymond felülkerekedni rajtuk, és legyőzni ezeket. Ha tudatosan figyelünk ezekre, úgy gondolom, hogy miénk lehet a győzelem. Tudunk magunknak elég időt szentelni arra, amire fontos, amire szükséges, amire kell, és ilyen advent időszakában erre különös tekintettel oda kell figyelnünk. Kell időt szentelni arra, hogy lecsendesedjünk és megálljunk. Nagyon nehéz ezt megtenni, de muszáj megtenni azért, hogy tényleg méltóan ünnepelhessük a karácsonyt, és tényleg miénk legyen a karácsony, tudjunk pihenni, feltöltődni, és a szeretteinkkel együtt lenni. És ez akkor is igaz, hogyha valaki csak magányosan egyedül tölti a karácsonyt, az sem mindegy, hogy lélekben ezt hogyan éljük meg. Ha megfelelően készülünk rá, úgy gondolom, hogy mindenkinek nagyon nagy feltöltődést, örömet és boldogságot fog hozni ez az ünnep. Újult erővel tud az új évre készülni, és az új év nehézségeinek megfelelni, és majd ezekkel szembenézni, és teljesíteni, ahogyan azt elvárja az élet tőlünk. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Gabonatermesztők Országos Szövetségével és a Vetőmag Terméktanáccsal együttműködve immáron második alkalommal állít össze ajánlati fajta listát kukoricára, amelynek az a célja, hogy a termelők támpontot kapjanak a fajta választáshoz. A tavaly összesen 33, idén már 39, FAU 200, 300, 400 és 500 éréscsoportba tartozó kukorica hibrid került be a vizsgálatba. Ezek az ország kukorica termő területének mintegy 95%-át lefedik. A kísérleteket az ország 9 földrajzilag és termőhelyi adottságaikban is eltérő helyszínén értékelik, így arra is lehetőség nyílik, hogy a termelők olyan hibridek mellett döntsenek, amelyek a saját termőhelyi adottságaikhoz legközelebb esők. Kísérleti területeken hoznak jó eredményeket. Az idei kísérleti eredmények alapján készülő teljes ajánlati fajtalista december elején lesz elérhető a VST weboldalán, majd 2020. januárjában a NAK labban is megjelenik. Tavaly a fajtalista első harmada és az utolsó harmada között hektáronként akár 1 tonna különbség is mutatkozott a termésmennyiségben, így pedig hektáronként közel 50 ezer forinttal több bevételre tehetnek szert a gazdák, ha a kísérletben jól szereplő hibridek közül választanak. A kukorica és a búza után 2020-ban a repcével bővül az ajánlati fajtalisták sora, tájékoztatta a NAK a Karcag Televíziót. A bereki rendezvényen baráti társaságok, családok, önkormányzati intézmények képviselői, hagyományőrzők is főztek.
Idén 7. alkalommal rendezték meg Beregfürdőben a Tepertő és Pörc Fesztivált, amelyre a helyiek mellett Karcagról, Abátszalókról, Kunmadarasról is érkeztek főzők, de voltak árusok Tiszaigarról is. A részvevőket és a vendégeket F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Molnár János Beregfürdő polgármestere köszöntötte. Az első az egy helyi lakos kezdeményezése volt. Ő gondolta ki, hogy ilyenkor a téli szezon elején, a nyárat már elfelejtettük, karácsony még kicsit odébb van, nagyon jó lenne egy rendezvény, ami régebben is ilyen tájt kezdődtek a disznótorok, legyen ez egy Tepertő és Pörc Fesztivál. Valószínűleg ő maga sem gondolta, de más sem, hogy ez így kinövi magát. Úgyhogy ez most már a településnek egy nagyon komoly rendezvénye, és én remélem, hogy ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a Tiszatavi régió téli szezonnyitó rendezvénye, szezonnyitó gasztrorendezvénye. Szezonnyitó, de egyben szezonnyújtó is, mert nekünk beregfürdieknek az nagyon fontos, hogy ne legyen az a Balaton szindróma, hogy csak nyáron van, de akkor rengeteg vendég, azt mondta sokáig semmi, hiszen nekünk az nagyon fontos, hogy az itt lakó embereknek legyen télen is megélhetésük, legyen munka lehetőség, ez pedig az idegenforgalom. Beregfürdő most egyértelműen az idegenforgalom. Ezt tartósá szeretnénk tenni, hogy télen is legyen megélhetési lehetőség az embereknek. Ez az kell, hogy mi kedves vendéglátók legyünk, ne csak nyáron, hanem télen is. Ha ilyenek leszünk, én úgy gondolom, akkor szívesen jönnek az emberek, mint a mostani példés mutatja. Mindannyian hangsúlyozták, hogy mennyire fontos a hagyományok ápolása, továbbadása, amelyre jó példa ez a fesztivál, ahol a szomszédos települések disznótoros ételeit kóstolhatják meg a látogatók. Beregfürdő egy csodálatos hely, kitűnő termálvízzel rendelkezik, de mindig kell valami pluszt adni, hiszen önmagában a víz, a gyógyító termálvíz nem elég. Kellenek hozzá olyan programok, amely közösséget formálnak, hiszen nagyon sok olyan beregfürdővel találkoztam, aki ilyenkor jön haza a beregfürdőre, nagyon sokan vannak a környékről, és az itt pihenni, gyógyulni vágyók is kijönnek erre a fesztiválra. Én láttam évek óta azt, hogy indult néhány sátor, néhány főzőemberrel, és azt gondolom, hogy most a Tiszató környékének téli szezonnyitó rendezvényeivel vált ez a beregfürdői Pörc és Tepertő Fesztivál. Nem a gyorsértelmek menü kínálata van, hiszen helyi ételek, hurka, kolbász, disznótoros ételek, olyan, amit a vidéki ember télen evett és télen készített, azokból az ételekből garmadája van. Jobbnál jobb disznótorosok vannak, töltött káposzta, hurka, kolbász, és hát Beregfürdő természetesen a nagykunság része, tehát birkapörkölt is van. Ahogy a szónokok fogalmaztak, a bereki, az idei disznótoros böllér fesztiválok kezdete, és márciusban Abátszalók lesz a zárója. Addig pedig sok-sok hagyományos ízesítésű toros ételt kínálnak a környék fesztiváljai. Nagyon fontos a hagyományaink megélése, amit egymás körében, egymás társaságában a falu Apraján adja jelenlétével, és az ide látogató vendégekkel együtt közösen élünk meg. És azt gondolom, hogy ennek a nagyon fontos és hagyományosan a télhez kötődő alkalomnak, a tepertő sütésnek az alkalmával olyan finom helyi alapanyagokat, helyi sertések feldolgozásából ide kerülő nyers szalonnát tudunk kisütni tepertőnek, amiből utána hosszan tudunk falatozni, el tudjuk tárolni, itt tudja tartani az ízeket, meg tudja tartani a hagyományainkat, és meg tudjuk egymással élni azokat a fajta régi emlékeket, ami a régi ízekhez köti a helyi, a nagykunsági, a beregfürdő és a karcagi embert. Minden gasztrokulturális esemény kötődik valamilyen beregfürdői helyi, a termálvízhez is kötődő rendezvényhez, a mai is kötődik a termálvízhez is, olyan gasztronómiai sajátosságokat, olyan kulináris élvezeteket kínálnak a helyi szolgáltatók és a helyi kitelepülők a vendégeknek, az ide látogató vendégeknek, amely már a megnevezésében az, hogy Tepertő Fesztivál, ezzel ide tudta vonzani a vendégeket, megteltek a falusi szálláshelyek, Beregfürdő gyakorlatilag telt házas ezen a hétvégén, és ez minden egyes olyan nyári rendezvényre is jellemző volt, amikor valamilyen kulturális elemmel színesítve a beregfürdő egy termálvízre alapozott kis kulturális esemény sorozatot kínált a falu.
Nagyon fontos, hogy minden település, minden kis település, főleg a fogyóban lévő kis települések meg tudják mutatni azt a speciális, csak rájuk jellemző arculatot, amely az önazonosságukat is jelenti egyben, és amelyik összekovácsolja, megtartja az erejét. A bereki rendezvényen baráti társaságok, családok, önkormányzati intézmények képviselői, hagyományőrzők is főztek. Először is a tepertő készítés a sertésnek az első, tehát a feldolgozását történik, jól megperzseljük a sertésnek a szalonnáját, apróra, nem nagyra, apróra összevágjuk, lehetőség szerint, szokás szerint megszurkáljuk a bőrét, megvágdossuk a tetejét, és lassan kezdjük el sütni. A mangalica sertés az nagyon jó hozzá, mert az lényegében világhíresség a szalonnája. Önmagában is nagyon puha, vékony bőrű, hogyha úgy van elkészítve, és nagyon finom tepertőt lehet belőle sütni, minőségű tepertőt. Mi porgettát készítettünk, ami alapvetően egy toszkán specialitás, de mi nagyon szeretjük, és próbáljuk bevezetni ide az új ízeket. Végül is az alapanyag ugyanaz, tehát a húsos hasalja szalonna készül felgöngyölve zöld fűszerekkel, és ez egy zöldségágyon sül, amit a végén a pecsenyelével összeturmixolunk, és azzal kenjük meg a kenyeret, és utána egy szelet húsi bele, és akkor ebből egy tök jó pikáns szenya készül. Mi tulajdonképpen tepertőkrémmel készültünk, és kedveskedtünk a vendégeinknek, mi azt készítettünk. A tepertőkrémet mindenki a saját ízlésének megfelelően készíti el. Én mustárral, besamel mártással, igen, kis lilahagymával, kis petrezselyemmel, kis saját receptúrámmal, de azért szeretem én is a fűszereket egy kicsikét úgy fokozni, vagy kipróbálni, tesztelni, ahogyan a családom szereti. Most lilahagymával és paprikákkal, pritomin paprikával, zöld paprikával kínáljuk. Nagyon-nagyon szeretik és kedvelik az emberek, így úgy felcsillan a szemük, hogy de jó egy kis tepertőkrém. Kapható volt többféle disznótoros étel, így tepertő, toroskáposzta, abált szalonna, hagymásvér, pecsenyehús, hurka és kolbász. Ezeket elvitelre is keresték, de többen főztek karcagi birka pörköltet, és voltak köleses ételek is, és csülökpörkölt is. Ezek is elfogytak a sok látogatónak köszönhetően. A ragyogó napsütésben a felnőtteknek jól esett a forralt bor, a gyerekeknek a meleg tea, a tepertős pogácsa, a hájas tészta. A színpadon pedig helyi és a környékbeli néptánc csoportok mellett délután az ismerős arcok koncertje volt. Híradónk végén régiónk egyik kulináris értékével foglalkozunk, a túrikamrával. Hogy ez a kifejezés mit is takar, kiderül a Morgó csárdában készült felvételeinkből. Dr. Barancs Ágnessel beszélgettünk, aki nem saját maga termel, hanem mezőtúri termelőket fog össze. Honnan jött ennek az ötlete? 2013 óta dolgozom a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatnál. Ez a szervezet jelenleg az Agrárminisztérium égisze alatt működik, és a munkámból kifolyólag láttam azt, hogy ez egy piaci rés, igazából mezőtúron. Tehát termeltek már korábban is, illetve állítottak elő élelmiszereket, de nem volt egy lánc, egy kapocs, aki összefogta volna ezt az egész szervezetet. Láttam a közösségi oldalon voltnak az oldalát, sok-sok mindent láttam, tehát azt gondolom, hogy biztos, hogy van kereslet, és nagyon sok oldalúak a mezőtúriak. Igen, abszolút. 2015-ben fogalmazódott meg lényegében ez az ötlet, és hát 18-ra ért meg, hogy ezt bolt formába tudjuk önteni. Úgyhogy a kezdetek kezdetén egy nagyon pici helyen sikerült megnyitni a főiskolán, majd akkora lett a kereslet, illetve a kínálati oldal is, hogy egy nagyobb helyre költöztünk, most már egy kicsit bentem a városba, úgyhogy ez a frekventált hely lehetővé teszi, hogy többen látogassanak, és nagyobb árukészletet tudjunk fogadni. Úgyhogy a mezőtúriak jó szívvel fogadták ezt a kezdeményezést, hiszen nincs, és nem is volt korábban sem olyan helyi termékbolt, ahol egészséges élelmiszereket lehetett beszerezni. Nem tudom, hogy mi mindent lehet, de itt most a túri perecet azt megkóstolhattuk, tehát azt elhoztam mutatóba, de mi minden van még a boltban? A húzó termékünk az a hentes áru, tehát ez minden mennyiségben és mindenféle kivitelben, tehát a füstölt, a nyers hentes árutól kezdve szalonna, füstölt kolbász, szalámi, szalonna és abát szalonna, és mindenféle kolozsvári, tehát nagyon sok termékünk van. A másik nagyon kelendő termékcsoportunk a tejtermékek, ami egy kuriózum mezőtúron, hogy rendelkezünk egy bivajteleppel,
A tenyész állatoknak a tejét elviszik Gyomandrődre, ott dolgozzák fel az egyik szakközépiskolának a tangazdaságába, majd pedig a feldolgozott tejtermékek jutnak vissza a boltba hozzánk. Azért is büszkék vagyunk erre, mert maga a tejüzem főként Budapest és a Balaton vidékre szállít termékeket, az egyetlen olyan vidéki fűszért vagyunk, ahogy ők neveznek minket, ahol még ilyen terméket lehet kapni. Élelmiszerek közül még puffasztott gabonatermékek vannak polcainkon, azt is helyben állítja elő egy szervezet, mindenféle ízesítéssel, a csokoládétól a mézes fahéig minden ízben megtalálható. Tiszaösről hozattunk durum tésztákat, illetve tyúktojásból készült tésztákat, valamint a Fürgy Egyesületnek a terméke is bekerülnek a polcainkra. Nem csak élelmiszerek, hanem minden más olyan ajándéktárgy használati eszköz is megtalálható nálunk, mint például a kerámia, ugye Mezőtúra kerámia fővárosa, ezen kívül a varró szakkörünknek a különböző kunhímzéses termékei, de vannak díszített mézes kalácsaink, szalmafonatok, horgolt termékek, szőnyegek, tehát nagyon széles a palettánk. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!